20. századi történelem. Viharos évszázad magyar szemmel. Weil Emil keresett fel Rákosi üzenetével, aki arra kért fel, hogy vállaljam el a népügyész szerepét Hómanperében. Ezt természetesen határozottan elutasítottam azzal, hogy nem kívánok részt venni embervadászatokban, és különösen nem ebben az esetben. Az 1946. március 20-án tartott tárgyaláson Katona Jenő első kérdésére, hogy Hóman miként reagált a fiatalok németországi náci nevelésére, azt válaszoltam, hogy erről nincs tudomásom, mert én akkoriban az általa adott ösztöndíjjal Franciaországban meg Angliában tartózkodtam. A népügyész további kérdései sem arattak sokkal több sikert. Hangsúlyoztam, hogy Hóman nem világnézeti okokból, hanem a hatalmi erőviszonyok tévesnek bizonyult felmérése miatt tartotta ajánlatosnak a Németországgal való jó viszony fenntartását, és előadtam, amit tisztességes emberi magatartásáról a nehéz időkben el tudtam mondani. Kosári Domokos, a Magyar Tudományos Akadémia későbbi elnöke nyilatkozott így egykori mentoráról, Hóman Bálintról, mi pedig a háborús bűnösként életfogytiglani börtönre ítélt és nemrég rehabilitált, a Váci börtönben elhunyt történész politikusról beszélgetünk Újvári Gábor történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet Hortikori kutatócsoportjának vezetőjével, és Szende László középkor kutató történésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztály vezetőjével. Horváth Szilárdot hallják. Hóman Bálintot 1946-ban a népbíróság mint háborús bűnös életfogytiglani börtönre ítélte. 1951. június 2-án a Váci börtönben halt meg. 2015. március 6-án a fővárosi törvényszék bűncselekmény hiányában posztumusz felmentette a háborús büntet vágya alól. Most erről hallhatják a híradást. Nem sokkal délután 1 óra után mondta ki az ítéletet a bíró. Bűncselekmény hiányában felmentette Hóman Bálint néhai kultuszminisztert a háborús büntet vágya alól. Hóman Bálintot 1946-ban a népbíróság életfogytiglanra ítélte, mert álláspontja szerint háborús büntetet követett el azzal, hogy 1941-ben kormánytagként megszavazta Magyarország Szovjetunió elleni hadba lépését. Hóman Bálint végül a börtönben hunyt el 1951-ben. A perújítás most Harmad Kálmán, az egykori kultuszminiszter oldalági leszármazottja kezdeményezte. Az ítélet hirdetés követően Varga István, az oldalági rokon jogi képviselője úgy fogalmazott, a felmentő ítélet egyik alapvető oka, hogy háborús büntetet csak szándékosan lehet elkövetni, és Hóman Bálint esetében nem állapítható meg, hogy szándékosan a háborúba lépést akarta. A szándékosság Hóman Bálint részéről, hogy a törvényszék is mondta, fel sem merülhetett, hisz a 1920-17-es törvényszék alapján Horthy Miklós kormányzónak joga volt. Jelen esetben ugye egy motorvonat, géppuskázás és egy bombázás, amely miatt nyilvánvaló, hogy hadüzenetben tekinthető lehetett Magyarország Szovjetoroszországgal. Ez a bizonyos minisztertanácsi ülés, ez már csak deklarálta azt a tényt, amivel Horthy döntött. Ha Horthy Miklós nem mondták büntetőjogi felelősségre, akkor fel sem merülhetett Hóman Bálint felelőssége. Miért tartott ilyen nagyon sokáig Hóman Bálint felmentése? Újvári Gábor. A legfőbb oka az volt, hogy személyében nem csak őt ítélték el, hanem a két világháború közötti magyar kulturális politikát is, és az egész Horthy korszakot. Ez 1989-ig meghatározó volt. Azt követően pedig, bár Kosári Domokos maga is kísérletet tett a rehabilitálására, majd ezt Lacz Ferenc is akadémia elnökeként megerősítette, azért nem sikerülhetett ez a szándék, mivel ők a tudományos érdemeire hivatkozva szerették volna elérni ezt a rehabilitációt. Ugyanakkor teljes joggal a Magyar Tudományos Akadémia alapszabályaiban az szerepel, hogy olyan valaki nem lehet az akadémia tagja, aki büntetett előéletű. Márpedig Hóman Bálint ellen érvényes népbírósági határozat volt. A 2015. március 6-i felmentő határozat teszi lehetővé azt, hogy Hómant visszafogadja az akadémia a tagjai sorába, és én magam bízom benne, hogy ez hamarosan meg fog történni. A népbírósági tárgyaláson az egyik fő vádpont ellen az volt, hogy 1941. június 26-án ő is megszavazta a bárdosi kormány tagjaként azt, hogy hadi állapotban lévőnek nyilvánítottuk magunkat a Szovjetunióval. Ez volt az oka annak, hogy nagyon sokáig hozzá sem lehetett nyúlni ehhez a perhez? Egyik oka ez volt, hozzáteszem, hogy az első fokú tárgyaláson, ami még a budapesti népbíróságon zajlott, számos más vádpont is szerepelt ellene. Másodfokon viszont az országos népbíróság előtt már tulajdonképpen egyedül ez volt a vád Hómannal szemben. Nehezen tehetett volna mást, mint hogy megszavazza ezt a határozatot, mert a kormány tagjai meg voltak győződve arról, a miniszterelnöktől, illetve a hadügyminisztertől kapott tudósítás alapján, hogy Kassa ellen
egy provokálatlan szovjet támadás történt. A kormányzó már a minisztertanács ülése előtt válaszcsapást rendelt el, a hadi állapotot is beálltnak tekintette. A népbírósági perekről általában nyilvánvalóan azt tudjuk mondani, hogy a nagyon nagy többségű koncepciós eljárás volt. Erről a perről is el tudjuk ezt mondani? Kevésbé volt koncepcióra alapozva, mint mondjuk akár a Bárdossy per, vagy az Imrédi elleni per, vagy más nagy perek. Tisztább volt az eljárás, mint a korábbi perek esetében, amit az is jelez, hogy a döntés az nagyon nehéz volt, hiszen az elsőfokú eljárásnál a népbíráknak a fele amellett volt, hogy 10 évi börtönbüntetés kapjon, a másik fele pedig amellett, hogy életfogytiglanra ítéljék, és végül a tanácsvezető bírónak a szava döntött az utóbbi mellett. A korábbi általában kötél általi vagy golyó általi ítéletekhez képest ez enyhébb volt, hát hozzáteszem, hogy persze a súlyosan szívbeteg Humannak ez is tulajdonképpen a halálos ítélete volt. Még akkor is Humann Bálint műveiből tanultunk történelemtanár jelöltként, amikor ő még messze a 80-as években háborús bűnösként elítélt ember volt, Szende László. Humann egy nagyon jelentős középkorász, aki komoly és abszolút olyan fontos dolgokat fogalmazott meg, aminek jelentős része mind a mai napig ér. Itt főként a gazdaságtörténeti munkáit érdemes felidézni, hiszen a magyar pénztörténet, vagy a pénzügyi politika, illetve az ország gazdasági helyzete Károly Róbert korában olyan alapokat fektetett le, amire a későbbi gazdaságtörténészek és pénztörténészek nyugodtan alapozhattak. Én megnéztem, így az 50-es években az volt az érdekes, hogy nagyon sokszor hivatkoznak a másik fontos alapművére, az úgynevezett Humann szegfűre, tehát a magyar történetre, illetve gazdaságtörténeti műveire, mind az 50-es, mind a 60-as években egyértelműen hivatkoznak. Ez jól mutatja azt, hogy ideológiától függetlenül az ő kutatásai meghatározók voltak, mind az oklevelekben, mind a pénzérmékben nagyon jól mozgott, tehát az ezekben rejlő információkat tökéletesen el tudta sajátítani, és így olyan információkat tudott adni, ami közérthető volt. Hegerűs Géza egy 1999-es rádióinterjúban emlékezett Humann Bálintra, és akkor is kiállt az akkor még háborús bűnösként elítélt mestere mellett. Tőle kértem tanácsot, hogy mit csináljak, én félek, hogy nem fognak, zsidó vagyok, ez csak tisztelem, mondta. Közölte velem telefonon, ne lepődj meg, ha kapsz egy értesítést, hogy fel vagy véve az egyetemben. És valóban azzal kezdődött, hogy az egyetem jogi fakultásától kaptam egy meghívót azzal, hogy úgy vagyok felvéve a jogi fakultásra, hogy párhuzamosan felvehetem a bölcsész fakultásnak irodalmi vagy történelmi tárgyait is. Akkor elmentem, szépen megköszöntem, megint kávét adott, és ettől kezdve kifejezetten személyes barátságban voltunk, kedvelte a jó tanuló diákokat, nem csak a mezőnyistákat, másokat is, és elhívott magához épp a barátaim, Szabó Zoli és Boltizsán Iván, akik a pianistákhoz jártak. Őket is ismertek. A legkülönbözőbb iskolában járó gyerekeket hívta meg, és majdnem, hogy szeminárium szerint heteiként összegyűltük, beszélgettünk. Meghívott az ő állandó egyetemista asztaltársaságához. Úgyhogy ő egészen még sokáig egyetem után is olyan barátságban voltunk, hogy ha valamit kérdezni akartunk, akár telefonnak hívtuk fel. Előtt, amikor már miniszter volt, akkor olyan volt, hogy fölhívottam a titkárság, a kegyelmes úr várja a doktor urat ezzel és ezzel a könyvvel, és akkor személyesen fogadott, tegezett mindenkit, őt tegezte mindenki. Akkor, amikor már nem volt miniszter, akkor is megvolt a barátság, amikor lebukott, persze látni, nem láthattuk. Szerettem volna meglátogatni, azt megengedték, hogy bármilyen könyvet küldjek be, de látogatót, mint politikai elítélt, nem fogadhatott látogatót. Nagyon sajnáltam. Ő politikailag valóban egy holti, hosszabbeli jobboldali politikus volt. Nem volt antiszemita, az bizonyos. Sőt, indulatosan igyekezett kimutatni, hogy az antiszemitizmus az a jobboldalt meggyalázza, hogy ő mondta. Egy filoszemita jobboldalnak kell kialakulni, és ekkor ezt tekinti a Magyarországnak. Amely sok igaza is volt talán.
hosszan volt miniszter Hóman Bálint, ugye 1932. október 2-ától 38. május 13-áig, aztán 39. február 16-ától 42. július 3-áig volt vallás- és közoktatásügyi miniszter. Mit mondhatunk erről a politikai pályáról? Folytatta Klebersbergnek a politikai elképzeléseit, de módosította is azokat. Míg Klebersberg például differenciálta a középiskolákat, addig Hóman 1934-ben egységesítette azokat, és 1938-ban ezt tovább vitte, amikor a ma szakközépiskolának nevezett iskolatípust is a gimnáziumok sorába emelte föl. Megvalósította Klebersberg korábbi elképzelését a 8 osztályos általános iskoláról, ez 1940-ben vált törvénnyé. Sajnos a II. Világháború miatt nem válhatott általánossá, majd 1945-ben egy miniszteri rendelet teszi teljesen általánossá a 8 osztályos általános iskolát. Más volt az elképzelése a külföldi magyar intézetekről is, mint Klebersberg Kunónak. Ő úgy gondolta, hogy nem a kollégium hungarikumokba kell küldeni a tehetséges magyar fiatalokat magyar állami ösztöndíjjal, hanem az ottani kollégiumokba, hiszen a kollégium hungarikumokba egymással is magyarul beszélgetnek a diákok, míg ha egy ottani diákszálon vannak, akkor nyilván az adott ország nyelvén kell, hogy érintkezzenek egymással, de nagyon fontosnak tartotta azt, hogy ez az állami ösztöndíjrendszer külföldre is megmaradjon. Egyébként belföldön is voltak ilyen állami ösztöndíjak. Az állami költségvetésből 10% fölött volt egészen 1942-ig az aránya a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak, és ez egy olyan magas arány, amit azután soha nem ért el ez a terület. Hóman Bálint minisztersége idején 13%-ig emelkedett ez néhány évben. Amiben még eltért a klebersbergi politikától az az, hogy Klebersberg elsősorban a középosztályt támogatta, Hóman Bálint pedig már a 30-as évek elejétől, de különösen 1937-től a Horthy Miklós ösztöndíj megalapításától az alsóbb sorból érkező tehetségek felemelését tartotta egyik fő feladatának, aminek a lezárását 1941-ben az Országos Tehetségkutató Bizottságnak a felállítása jelenti. Ennek alapján évente 600 szegény sorsú, főleg szegény paraszt gyermeknek a középiskolai és az egyetemi tanulmányait kívánta támogatni. Amikor a népbírósági per zajlik, akkor mindezek elhangzanak a perben? Részben elhangzanak. Fontos az is, hogy a mentőtanúknak a döntő többsége zsidó. De kétségtelen az, hogy szerepe volt a zsidó törvényeknek a létrejöttében és azok végrehajtásában is. Ugyanakkor 1944 a német megszállás után rengeteg zsidó írót, tudóst, művészt mentesített, elérte azt, hogy ne deportálják őket és ne legyen a halál a sorsuk, mint oly sok magyar állampolgárnak. Amikor ezt mérlegre tették a népbíróságon, akkor a mérleg nem billent afelé, hogy egyáltalán ne büntessék meg ezt az embert, aki ennek a nemzetnek politikusként is elég sok jót tett. Voltak ilyen törekvések, és nagyon érdekes, hogy a perében a Polgári Demokrata Pártnak a népbírája, László Dezső volt az, aki egy külön véleményt jelentett be az életfogytiglani fegyházzal szemben, írva azt, hogy Hóman Bálint akkora nyeresége a magyar történettudománynak, és mi magyarok olyan kevesen vagyunk, hogy indokolatlannak tartja az életfogytiglani fegyházat, és mindenképpen egy rövidebb idejű elzárást javasol. Azért hangsúlyozom, hogy a Polgári Demokrata Párt képviselője adta ezt a külön véleményt, mert ez a 20. század elejé Jászi Oszkár féle radikális pártnak a jogutódja volt, és a vezetőségében többségben voltak a zsidók. Nemzeti Múzeumnak volt a vezetője, főigazgatója 1923 és 32 között. Amikor átvette az intézményt Hóman, a költségvetése az kb. 8%-a volt az eredetének, és ebből állami támogatással, jó rész pedig saját ötleteknek a megvalósításával, ilyen volt például a belépődíjaknak a bevezetése, hogy próbál különböző nem nagy összegeket, de kérni a múzeum látogatóktól. Egy nagyon jó szakemberpolitikát hajtott végre, kiváló muzeológusokkal, régészekkel, történészekkel vette körbe magát, és az az érdekes, hogy például Fetich Nándort Oroszországba küldte. Köztudott volt, hogy érdemes lenne az akkoriát orosz vagy szovjet múzeumoknak az anyagát is megtekinteni, hiszen a
honfoglalás, illetve a népvándorláskorban találunk azokra analógiákat. A múzeumnál is megfigyelhető az, hogy nagyon sok külföldi ösztöndíjat biztosított. Például a különböző korvinakutatásokat is finanszírozta, különböző könyvtárakba mehettek el a könyvtárosok. Nagyon lényeges az is, hogy egy állandó helyhiánnyal küszködött a Nemzeti Múzeum. Egy nagyon komoly rekonstrukció figyelhető meg, aminek következtében a kvázi ugye a harmadik emeletet beépítette, és egy nagyon jelentős területbővülést tudott így elérni. Érdekes volt az elején a Kosári Domokos idézet, hiszen ő is azt mondja, hogy Angliában és Franciaországban volt azzal az ösztöndíjjal, amit Hóman Bálint adott neki. Ez általános volt, hogy egyébként nem csak Németországba küldte tanulni a fiatalokat, hanem Nyugat-Európában máshova is? Persze, tehát itt Párizst érdemes megemlíteni, mint Nemzeti Múzeum főigazgatója, erre komoly anyagi erőforrásokat mozgósított, hogy igen, érdemes a szakembereknek külföldre menni, kapcsolatokat ápolnak, kapcsolatokat tudnak kiépíteni, és ennek természetesen nagyon komoly kulturális hozadéka van. Ugyanakkor politikailag pedig úgy gondolta, hogy Magyarországnak Németország mellett a helye. Ezt nagyon sokáig így gondolta. Ezt gondolom a perében hangsúlyosan szerepelt Újvári Gábor. Természetesen ez az egyik fő vádpont volt ellene, ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy igazi német barátsága majd csak 1938 után következik be, és ez a német barátság egy külpolitikai irányú barátság. Nem tartotta követhetőnek a német nemzeti szocialista berendezkedés magyarországi átvételét, sőt, élesen elítélte azt. Ugyanígy elítélte a faj szónak a hangsúlyozását. Ez a német barátság azért volt természetes szinte 1938 után, mert Németország ekkor válik a kontinens urává. 1938-ban megtörténik az Anschluss, Ausztria-Németországhoz csatolása, a Szudéta vidéknek szintén Németországhoz csatolása, ez ugye az egykori Csehországnak a területéhez tartozott, az akkori Csehszlovákiához. 1939-ben felbomlik Csehszlovákia, létrejön a szlovák bábállam, ami abszolút német támogatással működik, illetve a német fennhatóság alatt álló Csehmorva protektorátus, és ez az év, amikor lerohanják Lengyelországot. Magyarország már két nagyhatalom szomszédságába kerül, hiszen nem csak Németország a szomszédja, hanem már a Szovjetunió is. Így a magyar politikusok válaszút elé kerülnek. Két rossz közül kell választani, ezt Hóman Bálint is így gondolja, de azt hiszik, hogy még mindig a kevésbé rossz, az a nemzeti szocialista Németország a kommunista Szovjetunióval szemben. Tehát ő külpolitikai tekintetben német barát lesz, részben azért, hogy Magyarország belpolitikai önállóságát meg tudja őrizni. Történészként komoly kutatásokat végzett, van neki egy nagyon fontos munkája, magyar külpolitikáról szól, az úgynevezett német orientációt egyértelműen a múltra vezeti vissza. Magyar-német sorsközösség történészként végig tudta vezetni a két nép kapcsolatából azt, hogy inkább a németekkel érdemes jobba lenni, visszamegy arra az időre, például Szent István korára, hogy az elején, amikor létrejön az államalapítás, akkor egy nagyon gyümölcsöző német-magyar kapcsolat figyelhető meg, majd így a 1030-as, 1050-es években már szemben álló félként lehet tekinteni a németekre és a magyarokra, és ennek következménye az 1050-es német-magyar háború, aminek kisián az lett a következménye, hogy Magyarország elveszíti az önállóságát. Mindenképpen a másik nagyművéről, a úgynevezett Hohmann-Szegfű magyar történetéről érdemes megemlékezni, ami szintén érdekes módon szóba kerül a perben. Szegfű Gyula megemlíti azt, hogy mióta ismeri Hohmannt, azt mondja, hogy tulajdonképpen a magyar történetnek a kialakításának az ötlete az övé volt, mondja Szegfű. Jól lehet tudjuk azt, hogy ez valójában Hohmannak volt az ötlete. Tehát Hohmann már így a 1918-19-es mozgalmak idején is foglalkozott ezzel a gondolattal. Ez a 20-as, 30-as évek egyébként ennek az időszaka volt. Tehát a néprajzosok írtak is egy ilyen nagy szintézist, akkor a Domanowski-féle művelődéstörténetet érdemes megemlíteni, és ebbe tartozik valójában Hohmann-Szegfű. Felosztották tulajdonképpen a magyar történelemnek a korszakait, Mátyás király uralkodásáig terjedő időszakot gyakorlatilag Hohmann írta, az attól kezdődő rész pedig Szegfű Gyula. Ez egy
egy nagyon szoros munkakapcsolatot is jelentett kettejük között. Később eltávolodtak egymástól, sőt olyannyira elfajult a vita kettejük között, hogy felmerült az, hogy külön kötetekben több részre bontják a Homan szekvűt, és akkor külön jelenik meg a Homan által írt rész, külön pedig a szekvű, de ez elmaradt. 1951-ben hal meg a Váci börtönben. Tudjuk-e, hogy hol van eltemetve? Susa Éva antropológus vezetésével zajlott az a feltáró munkálat, amely 2000-ben vezetett eredményre, és ezt követően 2001-ben újra temették Homan Bálintot Tasson a Darányi kriptában, hiszen ő a Darányiakkal volt rokonságban. Darányi Ignác a legnagyobb magyar földművelésügyi miniszter, a nagybátyja volt, és sokat segítette egyébként Homant a pályáján. Például avval, hogy az ő közbenjárására 1903-ban Homan az egyetemi könyvtárnak, ami akkor a legnagyobb magyar könyvtár volt egyébként, és a legjelentősebb magyar könyvtár volt Magyarországon, majd csak később vette át ezt a szerepet az Országos Széchenyi Könyvtár tőle. Első éves hallgatóként már ma úgy mondanánk, hogy díjtalan gyakornok volt, és részben a későbbi óriási tárgyi tudását, forrás ismeretét ennek köszönhette, hogy már egyetemista korától kezdődően az ottani külön gyűjteményeknek volt az egyik kezelője, elsősorban az oklevélgyűjteménynek, illetve a régi magyar könyveknek. Talán érdemes hozzáfűzni egy idézetet tőle: a magyar életre való felkészülés egyében vallás, erkölcs és nemzeti alapon nyugvó egészséges magyar világszemlélet kialakítását tartotta fontosnak, gondolom politikusként is. Egyik fő jelszava a nemzetnevelés volt, ezt hangoztatta a legtöbbször, és ez nagyjából azt jelentette, hogy a középfokú oktatásnak a tengelyébe az úgynevezett nemzeti tárgyakat kívánta állítani. Természetesen úgy, hogy ezt mindig nemzetközi összehasonlításban tette meg, tehát ezek a nemzeti tárgyak a földrajz, a történelem, az irodalom, és részben a néprajz, ami akkor nem volt külön tantárgy, de ezen tárgyak keretében tanították. Tudósként egészen kiváló volt, sokan azt mondják, hogy a legkiválóbb magyar középkorász volt, politikusként pedig szintén maradandó alkotásokat hagyott maga után, hiszen gondoljuk el, hogy 1946-ban, mikor elítélik, a 8 osztályos általános iskola, amiről ő hoz törvényt, már általánossá válik, a népi kollégiumok rendszere él. Homan volt az, aki 1939-ben az első népi kollégium létrehozását támogatta. 1946-ban már indul az a program, amely a paraszti tehetségeknek a felemelését célozza, részben éppen a népi kollégiumok segítségével. Ez is Homan nevéhez köthető. Tehát egy olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy Homant életfogytiglani fegyházra ítélik, ugyanakkor miniszterként hozott intézkedéseinek egy részét megvalósítják ebben az időben. Ez is mutatja, hogy politikusként igenis maradandót alkotott, és az a bizonyos német barátság sem állja meg a helyét, hiszen a 30-as évek közepén ő az első, aki a nemzetközi kapcsolatokat szorgalmazza oly módon, hogy a szellemi együttműködésről, ahogy akkor nevezték, kétoldalú megállapodásokat kötnek. Az első ország, amelyel ezt megkötik, nem a Német Birodalom, hanem Ausztriával, Lengyelországgal és Olaszországgal kötik az első három szerződést, majd csak utána jön a Német Birodalom, és aztán még Észtország, Finnország, Japán és Bulgária, tehát ez jelzi, hogy többfele tájékozódott ő is. Sajnos politikai működését az a tény befolyásolja, és határozza meg máig is, hogy 1944. március 19-e után is szerepet játszott, tagja magyar, a Magyar Országgyűlésnek. Ugyanakkor ő az egyetlen szabadlábon maradt magyar politikus, aki egy nagyon kemény hangú levélben tiltakozik Edmund Wesenmayernél, a Német Birodalom teljhatalmú megbízottjánál és magyarországi követénél a német megszállás ellen. Tagja marad a parlamentnek a nyilas hatalomátvétel után is, ami mindenképpen beárnyékolja korábbi működését, annak ellenére is, hogy a nyilas parlamentben néhányszor szólal csak föl, és akkor pontosan a nyilas túlkapások ellen emeli föl a szavát. Tehát ő jót akar tenni avval, hogy 1944. március 19-e után is politikai pályán maradt, de sajnos ez a mai megítélését beárnyékolja,
annak ellenére is, hogy 1944 tavaszán és nyarán rengeteg zsidó művész, író, tudós mentesítése érdekében járt el. Köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában a háborús bűnök vágya alól csak 2015. márciusában felmentett Hóman Bálintról beszélgettünk. Újvári Gábor történésszel, a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport vezetőjével és Szende László történésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum főosztályvezetőjével.